Egy időben azt mondogattam magamnak, hogy ha valaha újra visszaköltöznék Londonba, akkor csak is a Richmond Park közelébe. Akkoriban heti 6 napot és napi 13 órát dolgoztam, de amikor csak tehettem, eljöttem ebbe a parkba, és gyakran egy egész napot itt töltöttem, újabb és újabb részeit felfedezve. Annyira gyönyörű ez a hely, hogy egyszerűen nem tudok vele betelni, és habár számtalanszor jártam már itt, még mindig rengeteg olyan szeglete van, ami újdonság. Így egy régi, szinte már elfeledett álmom teljesült azzal, hogy lehetőségem nyílt rá, hogy egy időre ide költözzek. Rengeteget tudnék mesélni és számtalan mindennapi csodát bemutatni, amiket ezen a helyen átélhettem, de végül is úgy döntöttem, hogy most csak ez az egy videó fog ezekről szólni. Richmond egy egyedülálló városnegyed London délnyugati részén, távol a metropolis zajától, mégis kb. Egy másfél órás útra a belvárostól. Richmond rengeteg parkkal és hatalmas nyílt terekkel és természetvédelmi területekkel rendelkezik, melyeket itt-ott a Temze folyó is átszel. A most látható park nevét 7. Henrik király Richmond nevű palotájáról kapta, ami a Yorkshire-i Richmond nevű városban található. Több száz évvel ezelőtt is erdők, legelők és vizes területek voltak itt, és számos írásos emlékben is említést tesznek erről a helyről más-más neveken. A Richmond Parkot jelenlegi formájában 1625-ben alapította első Károly, aki udvarát idehozta, hogy elkerüljék a pestis járványt, és az egyik területet gímszarvasok és dámszarvasok vadászparkjává alakítatta. Aztán 1637-ben szintén első Károly a Richmond Park köré magas kőfalakat építetett, melyek a mai napig megmaradtak, bár részben azóta már átépítették és megerősítették őket. Összesen 7 darab kisebb-nagyobb kapun lehet bejutni a parkba, gyalogosan, biciklivel vagy autóval. A teljes park 2500 hektáros, vagyis ez a legnagyobb londoni királyi park, ami nemzeti és nemzetközi jelentőségű a vadon élő állatok védelme szempontjából. Hatalmas, tiszteletben álló ősi fák, különleges tölgyek, kis erdőségek, páfrányosok, mocsarak és összességében egy csodálatos vadvilág, amivel itt találkozhat az ide látogató. És a területen belül van még golfpálya, lovardák, balettiskola, botanikus kertek, rengeteg tó, és még ki tudja mi. Szerintem Richmond egyébként is egyedülálló amiatt, hogy olyan sok park, természetvédelmi és zöld terület van itt, ami sehol máshol London közelében. Az előző videóban látható különleges, nyugodt hangulatú utcák és a Temze folyó közelsége nagyban hozzájárul Richmond varázsához. Ma már rendőrök és parkőrök felügyelik a park tisztaságát és biztonságát, ami nem csak az emberekre, hanem az állatokra is vonatkozik. Ha valakinek a kutyája megkergeti az itt élő szarvasokat, akkor több száz fontos bírságra számíthat. Hasonlóan ahhoz, ha nem szedi össze a kutyakakit, szemetel, védett növényeket szed, vagy nem a kijelölt úton biciklizik. Persze hatalmas ez a park, és nem áll minden sarkon egy őr, de azt hiszem, ezek a szabályok jó okkal vannak. Az eredetileg szarvasvadászatra kialakított Richmond Parkban jelenleg kb. 630 gímszarvas és dámszarvas él. Ezek az állatok szabadon élnek a parkban, kisebb, nagyobb csoportokba verődve. Sajnos minden novemberben és februárban vannak olyan időszakok, amikor körülbelül 200 szarvast megölnek, hogy fenntartsák az előbb említett létszámot. Ebben a parkban sok-sok vadon élő állat él. Például annyira cukik ezek a fa alatti üregben élő kis nyuszik.
De vannak még itt harkályok, mókusok, kígyók, békák, varangyok, vízimadarak, ragadozók, papagájok, szarvasbogarak és sok más és ritka védett rovar, a korábban látott szarvasok, valamint számos ősi fa és gombák. Mindez a felsorolás most a teljesség igénye nélkül. Elég nagy számban élnek még itt gyűrűs nyakú papagájok, amik eredetileg Afrikában és Indiában őshonosak, de ma már a világ számos pontján élnek. Nagyon színes és hangos társaság, a park bizonyos részei szinte zengnek a hangjuktól. Ezek az állatok általában rügyekkel, gyümölcsökkel, zöldségekkel, diófélékkel, bogyós gyümölcsökkel és magvakkal táplálkoznak, így szívesen dézsmálnak a helyi kertekből, ha lehetőségük kínálkozik rá. Engem újra és újra teljesen lenyűgöz és elvarázsol az a sok színűség, ami ebben a parkban található. Általában jobban szeretem azokat a helyeket, amik természetes hatásúak. Vagyis nincs lenyírt fű, nincsenek kivágott és elszállított fák. Hanem az, ami a természetben sarjad új élet, az helyben növekszik, majd a természet ölén múlik el, a körforgás részeként. Nincsenek csupasz földbe ültetett virágágyások, mert nekem szinte fáj, amikor fedetlen csupasz földet látok a napon száradni, és tudom, hogy ez mennyire kártékony. Itt szinte végtelennek tűnő páfrány rengeteg van, és csak fentről rápillantva látjuk, mennyire sok kacskaringos ösvény vezet át rajtuk, amiket az állatok használnak. Hatalmas fűcsomók között lápok és nagyobb, kisebb tavacskák. És persze a sok természeti szépség között itt vannak még a Richmond Park tavai is. Ó, hányszor ücsörögtem már ezeken a vízpartokon. Csak csodálom a vadlibákat, a tájat, és a tó körül lévő gyönyörű zöld kis erdőségeket, miközben a szél játszik a fűszálakkal. A vízben meg a vízparton sok-sok állat és madárfaj éli mindennapjait. Itt van például ez az aranyos kis vízi tyúk, aki éppen nagyon elfoglaltnak tűnik. Ott, a vízben, egy kidőlt, de még élő fa gyökerein egy daru pihent meg. Kanadai ludak egy csoportja egyértelműen az egyik tó felé szalad. Számomra igazán örömteli és szórakoztató nézni, ahogy totyognak, aztán belecsobbannak a vízbe, majd elúsznak. Amikor felülről, aztán minél magasabbról látom a dolgokat, az emlékeztet. Arra, hogy mindannyian annyira picik vagyunk. Kis, fontos porszemek ebben az elképzelhetetlenül nagy világmindenségben. Itt van ez a rengeteg csoda, amiken az ember gyakran csak átsétál. Mert gyakran az ember annyira a fejében él, hogy elfelejt jelen lenni, rácsodálkozni az élet egyszerűségének szépségére. A csoda mindenhol ott van, és minden egyes nap körülvesz minket. Az ember hajlamos azt hinni, hogy valami a jövőbe helyezett dolog az, ami majd elhozza az életre szóló boldogságot. És néha, amikor valaki eljut oda, hogy a vágyott cél beteljesül, az öröm mégsem marad. Mert néha igazából ez csak egyfajta jövőbe helyezett boldogság, ami, mivel mindig a jövőben van,
sosem jön el. Lehet, hogy a boldogság egy nagy vagy sok kicsi döntés, amit ha nem tudok megengedni, akkor próbálkozhatok kis lépésekkel, amik nem szülnek ellenállást. Mi az, ami örömet okoz, feltölt, és most is megvalósítható? Számomra ilyen a természetjárás, kapcsolódás az elemekhez és önmagamhoz. Az, hogy láthatom, hallhatom és megérinthetem a természetben lévő köveket, fákat, növényeket, állatokat. Mindez tisztelettel, figyelve rá, hogy lehetőleg ne zavarjak meg senkit. Jó érzésekkel és boldogsággal tölt el, ahogy a nap süti az arcom, a szél simogat, az eső esik, vagy a föld illata. Aztán ott vannak még a finom és egészséges növényi ételek, a nyugodt környezet, a csend, az őszinte mély beszélgetések és az alkotás öröme. És az, amikor valakinek, aki készen áll rá, tudok segíteni, hogy jobb legyen az élete. Néhány egyszerű, életszerű dolog, amik jó érzésekkel töltenek fel a mindennapokban, és amik mellett az embernek ugyanúgy lehetnek nagyra törő céljai, és élvezheti az utat, amit megtesz a cél felé. Ha egy kicsit jobban ismered magad, vagy esetleg tudod, hogy mik a saját szeretet nyelveid, akkor könnyebben tudsz jó érzéseket okozni önmagadnak. Ha összehasonlításként meg kéne neveznem egy létező helyet, hogy hogyan képzelek el egy ideális várost, akkor a jelenlegi ismereteim és tapasztalataim alapján a Londonhoz tartozó Richmond városrész egy remek kiindulópont lenne. Ez a sok hatalmas zöld terület, ami számtalan állat és növényfajnak ad otthont, fantasztikus. De az a helyzet, hogy én még ennél is sokkal több fát és kicsit több elvadult zöld részeket hagynék egy ideálisnak gondolt városban. Számomra, vagyis városi, betonozott és emberek által épített környezetben nevelkedett lényként, az érintetlen, számtalan növény által benőtt, ösvények nélküli vadon, némileg komfort nélküli, főleg a nem látható rovarok és állatok miatt. Azonban az épített, rombolt műkörnyezet pedig elképesztően frusztráló. Szóval a poros kis ösvények a két oldalán benőtt buja növényzettel pont ideális. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 5 perc sétára lakom innen. Most, hogy jó sokat sétáltunk a Richmond Parkban, megmutatom, mivel töltöm itt a napokat. Reggelente ez a két kis csöpség ébreszt, akik ki tudják nyitni az ajtót az orrukkal. És ha beszabadulnak, akkor vidáman és izgatottan ugrálnak, ugatnak, vakkantgatnak. És amint kikelek az ágyból, már szaladunk is lefelé a lépcsőn. Az ember azt gondolná, hogy az első útjuk a kertbe vezet, de nem, a konyhába, mert kis haspókok, akik imádnak enni, és ilyenkor már annyira izgatottak, hogy pattognak. Aztán megpróbálok felöltözni, hogy elmenjünk a reggeli sétánkra a Richmond Parkba. De ezek a kis csöpségek mindenhová követnek. Annyira kis édesek, imádom őket. Thank you.
Általában napi kettő közepes, vagy egy nagyon hosszú több órás sétát teszünk a parkban. Annak ellenére, hogy ők ilyen bujós kis kutyák, nagyon érdeklődnek más állatok iránt is. Szóval szeretnének szarvasokat, mókusokat, madarakat üldözni. De ahogy a legelső house sitting-es videómban meséltem arról, milyen nagy felfedezés volt, hogy az én tudatállapotom miként hat ki más állatokra, most is ugyanezt sikerült megtapasztalnom. És ettől valahogy egy kicsit jobban kinyílik a világ. Szerencsére ez a két kis csodakutya is nagyon szeret játszani. Így a gyermeki énem és a bennem tomboló energiák is társra találtak. Együtt táncoltunk, vagyis én táncoltam, ők ugráltak, labdáztunk, és sokat simogattam, meg masszíroztam őket, főleg az idősebb kutyust, akinek néha fájtak a lábacskái, így neki ez különösen jól esett. Aztán néha nekem esett jól csak úgy a kutyusok nélkül is kimenni a parkba, mozogni és futni. Gyermekként nagyon szerettem futni, aztán kamaszkoromban elmaradozott ez a dolog, mint sok minden más. De egy ilyen csodálatos környezet pont ideális számomra, mert itt aztán minden irányba és mindenféle terepen lehet szaladni. Szóval nagyon élveztem. A ház legfelső emeletén pedig volt egy kicsi szoba, teli edzésre alkalmas eszközökkel, így abba is egy kicsit belelendültem. Egyre jobban és jobban elkezdtem élvezni a mozgás örömét, ami számomra az alábbi elemekből épül fel: bemelegítés, erősítés, nyújtás, lazítás. Mindezt úgy, hogy sok gerinc nyújtó mellkas és csípő nyitó és lábnyújtó gyakorlat van benne. És a mozdulatok egy jó része, főként a női szervek átmozgatására irányul. Szántam időt arra is, hogy elmélyedjek a jelenben, kapcsolódjak önmagamhoz és a természethez. A természet minden, és minden a természet, ahogy mi is. Örömteli létezés a jelenben. Minden szempontból nagyon élveztem az itt létet, egy beteljesült álom volt, de tovább kell mennem az úton. Úgyhogy a következő videóban már egy másik helyen találkozunk. Addig is legyenek örömteli napjaitok. Sziasztok!